Bár a koronavírus járvány átrajzolta a költségvetés adta lehetőségeinket, a város üzemeltetés tervezett feladatait tovább visszük a lehetőségekhez mérten, mondta Berta Zoltán, Tolnaváros alpolgármestere. Ennek megfelelően folytatjuk az útpatkák felújítását, mert arra végképp nincsen fedezet, hogy kiszélesítsük az utcáinkat, tette hozzá. Fejlesztésekre, beruházásokra ugye ebbe az időszakban nem volt forrás, nincs forrás jelen pillanatban, viszont az állagmegóvásra, a karbantartásra, illetve hát a parkgondozás tekintetében ugye a folyamatos virágosításra ugyanúgy, ahogy az előző években megszülettek előzetesen a tervek, és azt program szerint hajtjuk végre ezekben az időszakokban is. Az elmúlt hetekben leesett jelentős mennyiségű eső is sürgette a vízzel vezető árkok rendbetételét, ezért ezek a munkálatok is folynak, mondta Berta Zoltán. Szeretném felhívni a lakosok figyelmét, hogy az előttük lévő ingatlan szakaszokon az ő kötelességük is, egyben felelősségük is, ugye az árkoknak a tisztántartása, az átereszek tisztántartása, hiszen így tudjuk elérni azt a célt, hogy lehetőség szerint ezek a csapadékvizek ne ingatlanra, ne lakott területre, hanem mondjuk az árokrendszerbe tudjanak elfolyni. Bár van lehetősége az önkormányzatoknak a szankcionálásra, azokkal szemben, akik nem tesznek eleget kötelezettségüknek, Berta Zoltán azt mondja, ez nem cél. Arra törekszünk, tette hozzá, hogy minden lakó értse, miért van jelentősége az együttélési szabályok betartásának.